Talán már nem egy meglepő dolog, hogyha valaki külföldön képzi el kreatív fotó és videó sorozatait, hogyha esküvőről van szó. Nem egyszer fordult már velünk is elő az, hogy kimentünk külföldre és fotóztunk, akár legyen Románia, vagy Svájc, Németország. Közeli országokba azért szívesen utazunk mi is, sőt, hogyha lehetőség adódik, akkor akár messzebbre is elutazunk, ha egy jó sorozatot akarunk készíteni, és ez nekünk is jó, mert fő a változatosság, meg a párnak is jó, mert egy különleges helyen készülnek el ezek a sorozatok. És most nem azt mondom, hogy Magyarországon nincsenek gyönyörű helyek, mert vannak, elképesztő helyek vannak, nem kell messzire menni, elég csak Rudabányát, ha említetném, vagy Balaton környéke, vagy pedig most voltunk egyébként Gyenesdiásnál, ott egy bánya, egy ilyen mészkőbánya, nem tudom, mindjárt ide kiírom, és ott is egyébként gyönyörű sorozatokat tudtunk készíteni. Ami egy picit probléma, az természetesen a Covid, ami keresztbe húzza a számításainkat. Mostanában külföldre utazni lényegében rohadt rizikós. Nem is azért rizikós leginkább, mert hogy elkapjuk a vírust, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok emberen csak úgy átmegy, hogy észre sem veszi. De persze nyilván a vírus is baj, de leginkább az, hogy korlátozzon ezt az életünk, vagy tesztet kell csinálni, hogyha az érkezünk, vagy 2 hét karanténban kell legyünk, ami valójában őszintén amúgy jól hangzik otthon lenni, de mostanában elég sokat voltunk otthon, és hát nagyon sok a meló, aki dolgozik bárhol, az nem engedheti meg magának, hogy 2 hétre karanténba kerüljön. De nézzük is meg, hogy hogy is jött nekünk ez az utazás. Augusztus 22-ére beszéltük meg a kreatív időpontját Danival és Diával. Nekik egyébként egy kicsivel régebben, tehát egy pár hete volt az esküvőjük, és akkor beszéltük meg ezt az időpontot, hogy elmegyünk kreatívot készíteni, de elsősorban Magyarországon belül gondolkoztunk. Tehát ez a 22-e egy szombati nap, és mi pénteken még mindig nem tudtunk megállapodni abban telefonon, hogy Magyarországon belül, mert terveinkben csak Magyarország volt, hova tudunk elmenni kreatívot készíteni. Nagyon sok ötletet dobáltunk be egymásnak, de egyik sem volt megfelelő, vagy nekik, vagy nekünk, vagy úgy közösen nem találtuk meg a megfelelő helyet. És akkor kiderült az, hogy ők egyébként, nekik az lenne a vágyuk, hogyha elmennénk a plitvicai tavakhoz, és ott készülne róluk egy tök jó fotó és videó sorozat. De hát ugye már péntek este volt, és mondtam Daninak, hogy persze én nagyon szívesen, meg nagyon szívesen kiutazunk, de azért szombat az már mindjárt itt van, és tulajdonképpen fel kellene egy picit készülni belőle. Valamint nekünk vasárnap esküvünk van, így időben semmiképpen nem férünk bele. Ráadásul az esküvő helyszíne az ország teljesen másik fele, mint ahol Horvátországba belépünk a határon. Tehát, hogy ez majdhogy nem kivitelezhetetlennek tűnt. És szerencsére megbeszéltük azt, hogy rakjuk el egy pár nappal később. A következő hét szerdára átraktuk ezt az utazást, és egy picit összetudtuk szedni a gondolatainkat, utána tudtunk nézni a helynek, és tudtunk időpontot szánni rá. De nagyon sürgetett minket az idő, mert tudtuk azt, hogy szeptember 1-től korlátozások jönnek. És valószínűleg az első korlátozások azok is, mint amik be is bizonyosodtak, a külföldi utazásokat fogják korlátozni. Legalábbis úgy, hogyha belépünk az országba, akkor karantén vagy teszt. Na már most, mivel nekünk is megbízásaink vannak, így ezt nem engedhettük meg magunknak, hogy úgy menjünk külföldre, hogy aztán bizonytalan, hogy el tudjuk-e vállalni a megbízásainkat, nem kockáztathatunk ennyit, akármennyire is jól néz ki egy fotósorozat. Abban maradtunk, hogy megnézzük aznap, amikor kimegyünk az országból, milyen besoroláshoz az ország, és még szeptember 1-e előtt legyünk. Mivel Horvátország zöld volt szinte végig, a környező országok már elkezdték pirosba rakni, de még Magyarország zöld besorolásúnak ítélte meg Horvátországot. Itt felmerülhet a kérdés, hogy ez felelősségteljes viselkedés volt, amit mi csináltunk. Ugye megvolt annak a lehetősége, vagy legalábbis nagyobb lehetősége volt annak, hogy behozzuk a vírust, mint hogyha itthon maradtunk volna Magyarországon. Mérlegelnünk kellett. Nyilván mi sem szeretnénk azt, hogyha vírus hordozók lennénk, vagy nem szeretnénk azt, hogy ezt a vírust ezt bekapjuk, és kockáztatni sem szerettünk volna. Ezért mérlegeltünk. És rájöttünk arra, hogy átlépjük a határt, és tulajdonképpen megállás nélkül elmegyünk a Nemzeti Parkig, ahol meg hiába vannak sokan, vagy sok turista keresi fel, bár azt gondolom, hogy most ebben az időszakban nem volt azért akkora nagy dömping. Kint vagyunk a természetben, el vagyunk különítve egymást, tehát akkora ez a Nemzeti Park, hogy nem érintkezünk más emberekkel, egyikünk sem lett beteg, egyikünknek sem lett problémája. Szóval így egyébként tök jó volt, tehát oda-vissza meg sem álltunk, egy benzinkúton sem. Na nézzük is meg az indulás napját.
Persze elaludtam, ami azt jelenti, hogy innen Gyuláról eljutni egyáltalán a horvát határig is egy 4 óra hossza, tehát egy óra hosszával később ébredtem fel, kicsit tempósabban kellett haladni, és egy óra csúszásban voltunk. Ami azt jelenti, hogy így sincsen, sem volt sok időnk a kreatívra, és tök ismeretlen volt a hely, nem voltunk még ott, és ilyenkor egy óra hossza azért nagyon necces. Pláne úgy, hogy még azért a határtól is utazni kell egy 2-2,5 óra hosszát, ott még le kell parkolni, még át kell öltözni, belépő, stb. Nem tudjuk, hogy milyen a határátkelés, szóval így nagyon-nagyon sok volt a rizikófaktor. Persze elaludtam, tök jól indult a nap, hál' Istennek nem hagytam otthon semmilyen felszerelést, mert ugye ilyenkor az is benne van az emberben, hogy lehet, hogy otthon hagy valamit. És akkor most megérkezel egy ismeretlen helyre, amit csak maximum képeken vagy videókon láttál, felmerülhet a kérdés, hogy akkor hogy is kezdjünk bele egy ilyen munkafolyamatba, hogyan kezdjünk bele a fotózásba. Én javasoltam Danéknak, hogy a parkolóban még ne öltözzenek át, hiszen sokkal nehezebb az esküvői ruhába végsétálni addig a pontig, ahol fotózni akarunk, mint hogyha ott átöltöznének. Persze ez lehet egy picit kellemetlen is, de úgy voltunk vele, hogy külföldön vagyunk, úgyse ismeri őket senki. Hát lényegében az történt, hogy bementünk az egyes bejáraton, ugye 2 bejárata van, ha jól tudom, 2 biztosan. Az egyik az feljebb van, onnan már busszal tudtok menni a hatalmas vízesésekhez, ami nekünk fotó szempontjából nem volt érdekes, hiszen nem lehetett úgy a közelébe menni, föntről lehetett nézni a vízeséseket, legalábbis képek alapján úgy tűnt, és az első bejárat, ami szerintem nagyon jó fotózáshoz, és ti is oda menjetek, mert ott nagyon gyönyörű kis útvonal vezet titeket körbe a víz partjánál, a szikla oldalba, és egy bazi nagy vízeséshez, amihez majd mindjárt visszatérek. Szóval elindultunk befele, megtaláltunk egy helyszínt, hogy talán itt érdemes lenne átöltözni, kicsit a szikla oldal, fa és a szikla oldal takarásába át tudnak öltözni. Én meg addig előkészítem a cuccot, és ahogy léptem le, egyébként egy ilyen fa út, ilyen fa lécekből kirakott útvonal megy körbe. Leléptem erről az útról, oda a szikla oldalba, és rosszul léptem, és tulajdonképpen, hogy léptem a bal lábammal, kifordult. És egy akkorát recsent, mint amikor egy ilyen flakon vizet összenyomsz, egy üres flakont így összenyomsz, olyan recsenése volt az egésznek. Én már régebben is, tehát én régebben kézilabdáztam, nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül, és elég gyenge volt világéletemben a bokám. Nagyon sokszor meccs közben is, meg edzés közben is kifordult a bokám, viszont recsenő hangot soha nem adott ki. Általában ilyenkor mindig próbáltam egyből rámozogni és nem pihentetni. Nem tudom, hogy ez szakmailag jó-e, de nekem ez mindig bevált, hiszen nem merevedett meg a lábam, nem pihent le, ezáltal tudtam még tovább játszani. Persze meccs után meg aztán nyilván, ha pihenek, akkor azért az úgy necces. De látnotok kellett volna Daninak az arcát, én egyből ránéztem, amikor így leültem a földre, és láttam az arcát, mivel ő meg kosárlabdázik, és kosárlabdázott is, meg most is foglalkozik a kosárlabdával, tehát ő sok ilyet hallott ő is már, ilyen recsenéseket, és mondta, hogy ez nagyon nem lesz jó, és azt láttam az arcán, nem igazán az, hogy engem sajnál, hanem hogy kiutaztunk ilyen messzire, és még konkrétan egy fotót sem készítettünk, egy videófelvétel sincs. Ez a hülye gyerek meg itt összetöri magát, és konkrétan majd mindjárt innen ki kell vinni a parkból. Hát megijedtem én is, de csak abból a szempontból, hogy hogyan fogom ezt a továbbiakban csinálni. Elkezdett bedagadni a bokám, elkezdtem mozgatni, hogy jó legyen, és úgy voltam vele, hogy megpróbálok felállni. És hogyha megy, akkor viszont nagyon gyorsan haladjunk és készítsük el, mert hogyha itt most rápihenek, akkor az biztos, hogy nem tudok tovább menni. Felálltam, elkezdtem mozgatni, persze elkezdett bedagadni, de köröztem a lábammal, próbáltam egy picit nyújtani. Mondtam, hogy na, akkor most nyomás és kezdjük el. Konkrétan még így lesétáltam egy olyan 3-4 kilométert ezzel a bokával, a végén már egyébként eléggé fájt. Aki követ engem Instagramon, az élőben sztoriban láthatta az eseményeket, ugyanis posztoltunk oda. Aztán éjszaka még bementem a kórházba, azért megnézettem, arra voltam kíváncsi, hogy el van-e törve, de hál' Istennek nem volt eltörve a bokám. Így tulajdonképpen megúsztam annyival, hogy pedagadt, másnap bazira nem tudtam járni, de harmadnap már jó volt, és most már eltelt egy pár nap, és most már egész jó, még mindig be van dagadva, majd még megyek még egy felülvizsgálatra, de úgy néz ki, hogy jó lesz. Na menjünk is tovább. Szóval elindultunk ezen az útvonalon, egyébként térképek
jelzik, meg táblák, hogy milyen útvonalakon érdemes menni. Azt hiszem négy fajta útvonal van, mindegyik ugyanúgy megy, ugyanaz az útvonal, csak valamelyik tovább, tehát vannak hosszabb útszakaszok, van, ahova hajókázni kell, plusz buszozni kell, de ezek mind benne vannak a belépő árába, szóval aki érez magában annyit, az nyugodtan menjen tovább. Egyébként tervezek még ide visszamenni, mert baromi szép hely, és egy picit úgy mennék vissza, hogy jobban át tudjam élni, és ne a munkára koncentráljuk, tehát mondta a családdal, ha lesz rá lehetőség, akkor biztos ide még el fogunk látogatni. Felkészültem erre a helyre, de csak olyan szinten, hogy az interneten keresgéltem, kutatgattam Andrissal együtt, majd Andrissra visszatérek a videó végén, hogy ki is ő, tehát ő volt a fotós. Nem nagyon találtunk esküvői kreatív fotózást ezen a helyszínen. De Andriss talált egyetlen sorozatot a plitvicai tavaknál. Lehet, hogy van több, de mi nem találtunk. Egy, azt hiszem, egy horvát fotós csaj készített egy keleti országokból jött valahonnan a pár, mindjárt be is rakok ide képeket, baromi jó képeket készített itt, és megpróbáltuk megtalálni ezeket a helyszíneket. Amikor sétál az ember, pláne így egy ismeretlen helyen, ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy maradjunk ezen a bizonyos ponton, ami egyébként jól néz ki, ragadjunk le egy picit, használjuk ki, hogy nincsenek emberek, fotózunk, vagy menjünk tovább, mert lesznek sokkal szebb helyek, és fölöslegesen időztünk ki. Vagy az van, hogy tovább megyünk, nem készítünk annyi fotót, nem tököljük ki annyira, tovább megyünk, és aztán rájövünk, hogy itt kellett volna fotózni, ahol legelsőnek megálltunk. Ez mind olyan rizikó, amit így hát azért észre kell kezelni. Kell készíteni mindenhol fotósorozatot, meg kell azért állni, de nem szabad túl sok időt eltölteni, és talán ez a köztes út, ami úgy igazán jó, mert akkor készítettél ott képeket, nem maradtál le róla, de nem biztos, hogy lesz időd visszamenni oda, hát itt mérlegelni kell. És ugye az első nagy vízesés, mert vannak a legnagyobb vízesések, amit mondtam, de oda nem lehet oda menni a közvetlen közelébe, viszont láttunk egy képet, ahol egy másik vízeséshez oda lehet menni, ami kiderült, miközben már körbejártuk az egészet, hogy az a vízesés, ami az egyes bejáratnál van, körülbelül egy 10 perc sétára, tehát a legelsőnek megálltunk. Hát akkor oda visszamentünk, ami szerencsés volt, hiszen már nem voltak ott turisták, tehát elvétve egy-két turista volt, ez már lassan záróra előtt, ugye 8 órakor zár be nyáron a Nemzeti Park, télen szem 6 órakor, és akkor már nem volt ott annyi turista, körülbelül olyan 7 óra fele értünk oda-vissza, fél hét fele, és akkor elkezdtünk fotókat készíteni. Azért volt megtévesztő az a kép, amit azon az esküvői fotós magazinban vagy oldalon láttunk, mert hogy ott nem volt korlát meg ilyesmi, tehát ott tényleg szinte közelébe mentek a vízesésnek. Na már most itt tábla is volt, meg korlát, hogy ne lépd át a korlátot. Viszont korlátokat kellett átlépni ahhoz, hogy jó képeket készítsünk. A sorozat kedvéért megkockáztattuk. Hát úgy voltunk vele, hogy maximum kirúgnak innen, vagy ránk szólnak, és akkor utána kijövünk. Talán megússzuk ennyivel, meg kellett próbálni, ha már ott vagyunk, akkor ilyenkor azért kockáztatni kell, de nyilván azért fel kell mérni azt, hogy milyen szintünk kockáztatás, tehát ha ki van írva, vagy nem menjetek oda valahova, mert mondjuk veszélyes, vagy szakadék van ott, vagy bármi ilyesmi, ami mondjuk veszélyes lehet rátok, akkor nyilván nem menjetek oda, de körbenéztünk, és semmilyen veszélyes dolog nem volt ott. Gondolom, ez csak azért volt kirakva, mert gondolom, ne szemeteljetek oda be, ne szemeteljenek oda be az emberek. Nagyjából ennyi volt ez a kis kaland, egyébként nagyon-nagyon megérte, még az elalvás, a kapkodás, a recsendboka, és a rengeteg mászkálás, idegeskedés, hogy ez jól sikerüljön. Akartam volna egy jobb vlogot készíteni erről az utazásról, de mivel későn keltem fel, nem volt idő koncentrálni, akartam a munkára, így csak pár képkockát vettem fel így vlog szempontjából, és gondoltam, hogy majd itt nyugodt körülmények között elmesem nektek, hogy milyen volt. Nagyon érdemes ide ellátogatni, tényleg elképesztően gyönyörű. Nagyon szép szintkülönbségek vannak, ilyen 100 méter környéki vízesésekkel. Nagyon jó képeket is tudtok ott csinálni. Érdemes ide ellátogatni, ha majd engedi a rendelkezés, meg a vírushelyzet, meg minden. Viszont most jön egy felhívás, a címből is láthattátok, vagyis hát indul a mentor program. Mit jelent a mentor program nagy vonalakban? Azt jelenti, hogy körülbelül 10 főnek biztosítunk egy éven belül, tehát 2021-re maximum 10 főt tudunk mentor programba belerakni, ami azt jelenti, hogy 5 fő fotós és 5 fő videós, persze nem egyszerre, hanem külön elosztva, jöhetnek velünk esküvőkre, egy fotós, egy videós jöhet velünk egy ilyen mentor programon belül egy-egy esküvőre, egy esküvő plusz egy kreatívra,
tud eljönni, és el tud készíteni olyan kép- és videósorozatokat, amiket talán több évnyi munka során jutni el odáig, hogy talán ilyen helyszínekre és ilyen kreatívokra eljusson. Mi elvisszük, és velünk együtt megtanulhatja, tehát meg is mutatjuk. Tehát azon felül, hogy eljön valaki a mentorprogram keretein belül fotózni és videózni, azon belül, vagy azon kívül, még külön Facebookos csoportot is létre fogunk hozni, ahol folyamatosan felteheti a kérdéseit, valamint a programon belül még meg is fogjuk tanítani azokra a praktikákra, amiket mi alkalmazunk, tehát emellett az utómunkában is segítünk, milyen színezéseket használunk, hogy vágjuk a videókat, hogy készítjük a fotósorozatokat az utómunkától, kezdve a tényleg a real-time, real esküvőkön át. Szóval egy olyan alapot tudunk adni egy ilyen mentoráltnak, aki hogyha ezt jól használja és jó anyagot tud belőle létrehozni, akkor már azért komolyabb szintű esküvőkre hívhatják el, akár weboldalban is tudunk segíteni. De ha téged érdekel ez a mentor program és szeretnél részt venni benne 2021-ben, akkor a leírásban van egy link, arra rákattintasz, és ott nagyjából itt vázolva van, hogy mit is tartalmaz, és ha szeretnél jelentkezni, akkor azt ott megteheted. De mondom, csak 5 fő videós és 5 fő fotós tud jelentkezni, tehát ennél többet nem tudunk elvállalni a következő évben. Ez szerintem ez egy jó lehetőség. Ha valaki jön a mentorprogramba, és mi nagy potenciált látunk benne, akár csatlakozhat hozzánk is, vagy pedig tudunk átadni munkákat, és tudunk segíteni abban, hogy munkákat szerezzen az esküvői fotózás, videózás területén. Szóval szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, ha érdekel, és kezdő vagy, és vagy pedig már régóta csinál, de nem tudsz előrébb jutni, és szeretnél tőlünk tanulni, akkor mindenféleképpen jelentkezz. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a mai részt. Találkozunk a következő videóban, kövessétek be az Instagram oldalamat is, és a YouTube csatornámat is. Hamarosan következik egyébként az út a vidéki esküvőtől, vagy vidéki esküvőtől a Lötyök úriáig. Második része, azt nem tudom, befejező rész lesz-e, de tetszett nektek az előző, így készítek egy újat is, tök sok jó tapasztalattal és dolgokkal, sztorikkal jövök nektek. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok! Cső!